Sziasztok! Tudtátok, hogy a cserébe kódból bármilyen tárgyat bele lehet rakni? Mutatom. Tehát most setblokkal a kommandok fölé lerakok egy ilyen flowerpotot, ez a virág cserép ugye. Ennek van egy ilyen item tagje, ebbe egy azonosítót lehet írni. Hát ez normális esetben ugye egy valamilyen virág. Én most gyémánt kardot írtam. Ugye ezt nem fogja lerenderelni, de hát úgymond idézőjelben benne van a kard. Tehát ha én most ezt kiütöm, nem kreatív, hanem mondjuk túlélő módban, akkor megkapom a kardot. Ezt kalandmódban is meg lehet csinálni, csak ugye meg kell írni az eszközt, amit tudja rombolni ezt a világcserepet. Sziasztok! Ebben a videóban a kalandpályák készítés menetét, hasznos technikákat, trükköket, eszközöket fogok bemutatni. Eredetileg ez lett volna a kalandpályák készítős sorozatomnak az első része, de mivel nem kapcsolódik szorosan a pályához, ezért inkább egy külön videóban csinálom meg. Nem fogunk belemenni a parancsokba, tehát itt nem komoly resztónozásra kell gondolni, úgyhogy egyaránt ajánlom azoknak is, akik még csak most kezdik el a kalandpályák készítést, és akik már meg akiket érdekel a téma, és szeretnének egy kicsit többet látni. Kezdjük a tervezéssel. Lehet kalandpályát készíteni úgy, hogy legeneráltok egy világot, és elkezdtek blokkokat pakolni, majd lesz, ami lesz. És lehet úgy is csinálni, hogy végig gondoljátok, hogy mit szeretnétek, felírjátok az ötleteket, tervet készítetek, és átgondoljátok az egészet. A különbség a kettő között a végeredmény. Nem mindegy, hogy egy kuszabb, zagyva, összefüggéstelen, átlagos próbákkal teli valamit kaptok, vagy egy szépen átgondolt, összefüggő, kerek, szép pályát kaptok. Hogy hogyan is érdemes megtervezni egy pályát? Először mindig egy alapötlettel indul, de jó lenne csinálni egy teknősös pályát, egy pizzafutáros pályát, egy tankos pályát. Ez eddig nagyon jó, csak sajnos ezek után sokan elkezdenek pályát építeni, azt gondolják, hogy ez egy jó terv, egy jó ötlet, ebből majd lesz egy jó pálya. Sokszor ezeknek a pályáknak be sem fejeződik a története, egy idő után elfogy a lendület, a készítőnek elmegy a lelkesedése, vagy a kedve a dologtól, ott tartunk valahol a cselekmény közepén, és egyszer csak egy teremben találjuk magunkat, köszönő táblákkal. Először írjátok fel az alapötletet, hogy milyen pályát szeretnétek. Utána gondoljátok végig, mélyedjetek el a világban. Írjatok fel minden apró kis ötletet, ezt hívják külföldiül brainstormingnak, magyarul, ha jól tudom, ezt agyrohamnak fordítják. Szóval írjatok fel minden kis apróságot, nem lehet tudni, hogy mi lesz fontos, lehet, hogy valamit nem is úgy használtok fel, hanem át fogjátok alakítani, és úgy lesz belőle valami jobb. Ha ez megvan, akkor ezeket az ötleteket, vagy mondjuk építő kockákat próbáljátok meg összepakolni, egymáshoz illeszteni, összerakni belőle egy történetet, illetve ha megvan a történet, akkor azt kiegészítve, mindennek megtalálva a helyét. A hatalmas előnye a módszernek, hogy egyenlőre papíron vagyunk, tehát ha valamit rossz helyre raktatok, csak áthúzzátok, vagy máshová nyilazzátok, nem kell egész pályarészeket lebontani, vagy újraépíteni. Így a hibákat már előre felfedezhetitek, illetve kiküszöbölhetitek. Rengeteg időt spórolhattok meg azzal, hogy nem kell folyamatosan javítgatni a pályát. Ha megvan a vázlat, hogy mi legyen a cselekmény, mi hol történik, milyen beszélgetés, fordulat, feladat van, akkor érdemes ezeket egy kicsit jobban kidolgozni. Térképet rajzolni, hogy konkrétan mi hol helyezkedik el, esetleg az épületekről vázlatot csinálni, a resztórendszerekről is érdemes egy kis rajzot csinálni. Én is rengetegszer fedeztem már így föl tervezési hibát, és mielőtt még elkövettem volna, ki tudtam azt javítani papíron. Persze az összetettebb rendszereket nem könnyű fejben átgondolni, de gyakorlással azért azzal is lehet fejlődni. Ha a két legfontosabb dolgot kéne kiemelnem, az a racionalitás és a hangulat lenne, ezekre nagyon figyeljetek oda. A racionalitás alatt nem azt értem, hogy a pályának hidegnek és logikusnak kell lennie, hanem a saját világán belül kell racionálisnak lennie. Tehát mondjuk van egy olyan pálya, ahol mindenki tud teleportálni, oda teleportál, ahová szeretne. Akkor ne csináljatok már olyan küldetést, hogy valahová űrhajóval, vagy bármilyen eszközzel, bárhová utazni kell, hiszen tudok teleportálni, hát akkor csak oda teleportálok. A hangulatot gondolom nem kell magyaráznom. Minden beszéd, épület, helyszín, tárgy, minden, ami a pályán van, passzoljon a pálya stílusához, hangulatához. Egy western pályára nem csinálok futurisztikus épületeket.
Szóval a hangulat és a racionalitás az, amin el tud bukni egy pálya, hogyha van rajtuk valami fault, illetve ha jól el vannak találva, akkor ez egy nagyon jó, emlékezetes pálya lehet. Érdemes a terveket megmutatni egy kívülálló embernek, vagy ha nem szeretnétek, akkor foszlányokat, vagy részleteket, vagy valami vázlatot, hogy már előre letesztelhessétek, hogy tényleg elég logikus-e a pálya a saját világán belül. A hangulatot sajnos csak akkor tudjátok tesztelni, ha már kész van a pálya, ha már minden egybe van. De ezek is olyan dolgok, amik fejleszthetőek, gyakorlással egyre jobbak lesztek benne, és nem lesz gond a kidolgozással. Ha egy olyan funkciót találtok ki, amit nem biztos, hogy meg tudtok valósítani, annak mindenképpen járjátok utána még építés előtt. Keresgéljetek a neten, nézzetek tutoriálokat, vagy kísérletezzetek a játékban, csináljatok ilyen kis próbapályákat, amin előre kipróbáljátok a rendszert. Csak legvégső esetben küldjetek e-mailt, igen, e-mailben kérdezzetek, szoktatok írni a videó alá, vagy a csatorna beszélgetés részébe. Most az a baj, hogy ezeknek egy részén nincsen válasz lehetőség, tehát minek ír az, akinek nem lehet válaszolni, másrészt meg semmi köze a videóhoz, tehát írjatok e-mailt. Ajánlom figyelmetekbe a csatornámon lévő tutoriálokat és Reston szerkezeteket. A tutoriálokat lejátszási listába gyűjtöm, úgyhogy egy fokkal könnyebb őket megtalálni. Egyébként a YouTube-nak van keresője, használjátok. Angolul valószínűleg több találatot kaptok, de gondolom ezen nem lepődtök meg. YouTube mellett nagyon hasznos oldal még a Minecraft Wiki oldala, rengeteg információ van, kezdjük a Commons oldallal. Persze angol tudás kell hozzá, de akinek van az, ezen az oldalon rengeteg információt össze tud gyűjteni, le vannak írva a szelektorok, melyik milyen, illetve azok argumentumai, aztán alatta a JSON szövegnek az összetétele, ezt ugye a tarrow és a title parancs használja, illetve lehet még könyvbe is, táblára is írni így, legalábbis egyenlőre, aztán jövőben még ki tudja mi lesz. Aztán alatta az összes parancs föl van sorolva, kis rövid magyarázat hozzá, szintaktika, illetve példa. A scoreboardos parancsok külön oldalon vannak, mert van belőlük rengeteg, illetve ugyanez az oldalon föl van sorolva egy táblázatban, hogy milyen típusú scorok vannak. Érdemes még megismerkedni a chunk format nevű lappal, itt vannak felsorolva a blokkok, illetve az entitások MBT-i, és van hozzájuk egy rövid kis magyarázat. Aki még nagyon tapasztalatlan a témában, korábban csináltam róla videót, hogyan lehet ezeket értelmezni. Szintén nagyon fontos a player format nevű lap, itt a játékosnak vannak felsorolva az MBT-i, illetve alatta a tárgyaké. További két szint elengedhetetlen lap a status effects és az enchanting. Az előbbi nabáital effektek vannak felsorolva egy táblázatban, rövid magyarázattal, azonosítóval. Az utóbbin pedig ugyanez csak enchantokkal. Ha resource packet is szeretnétek a pályához csinálni, ajánlom figyelmetekbe a resource pack nevű lapot. Itt el van magyarázva a felépítése, működése, lejjebb van egy lenyitható lista a könyvtár struktúráról. Resource pack készítéshez nagyon hasznos, de nem csak ahhoz, a sounds.json nevű lap. Itt el van magyarázva, hogy hogyan működik ez a fájl, ha új hangot akartok a játékhoz adni, akkor lesz rá szükségetek, illetve a lap alján van egy táblázat az alapértelmezett hangokról, illetve hogy hogyan lehet rájuk hivatkozni, ugye ha a play sound parancsot használtok, akkor itt nagyon könnyen kikereshetitek, hogy milyen hangra van szükségetek. Oké, tegyük fel, megvan a szép, kidolgozott, átgondolt, javított terv, minden kérdésre dolognak utána jártatok, tényleg már csak követni kell a leírás és rakni le a blokkokat. Kezdhetünk egy új világot, nem kötelező neki azonnal nevet adni, de ne felejtsétek el, nagyon csúnya, amikor alapértelmezett név van ott, és a mappa nevéről se feledkezzetek meg, szintén nagyon csúnya, amikor köze sincs a kettőnek egymáshoz. Természetesen kreatívan kezdünk. Az opciókban érdemes kikapcsolni a generált építményeket, ne csúfítsák a pályát, hogy is mondjam, csak útban lennének, itt saját építmények lesznek, szintén nem valami szép, amikor valami alap legenerált dolgot használtok. Természetesen a csalások legyenek bekapcsolva, bónuszláda nem kell. A világ típusa érdemes laposan kezdeni, ha csak valamiért, tehát hogyha nem szerves része a pályának, vagy nagyon sok játszódik erdőben, akkor érdemes egy laposat kezdeni, mondhatni tiszta lappal indítunk. A presetek közül érdemes a Reston Reddit választani, ezzel nincsenek felesleges növények vagy fák, és sivatagos bajom, tehát eső sem lesz, ami ugye sokakat zavar. Ha szeretnétek módosítani, hogy más rétegek legyenek, akkor jelöljétek ki a presetet és írjátok át az azonosítókat. Én most a példa kedvéért ezt átírom, ezt a sans zone-t.
Iron Blockra. Ott mutatja is, hogy akkor lesz legalul egy réteg bedrock, három réteg kő és fölötte 52 réteg vas. Oké, generáljuk a világot. Ha valaki nézte már kívülről a pályámat, akkor látta, hogy sokszor használom ezt a vasas pályát. Azért használom ezt, mert messziről is nagyon jól lehet számolni a blokkokat, tehát így fölmegyek, ugye körvonala van, úgyhogy innen is tudom számolni a blokkokat. Az első dolog, amit érdemes megtenni, beállítani a game rule-okat. Per game gamer, aztán tab, segít ugye a tab kiegészíti a parancsokat, szóköz megint csak tab. Most jelenleg ezek a game rule-ok vannak, ez valószínűleg a jövőben még változni fog. Menjünk rajtuk végig sorba. Commandok output. Ezt érdemes kikapcsolni. Ugye ez az, ami azt mondja meg, hogy ha a parancsblokk, a command block lefuttatott valami parancsot, akkor üzenhet-e a cseten. Azt mondjuk, hogy ne látszódjon, hogyha valami parancs a háttérben lefutott. Do daylight cycle. Ez azt jelenti, ez a napszakok váltakozása, tehát ha most ezt kikapcsolom, false, akkor hol van a nap? Ott fog maradni, most nem mozog. Aztán do entity drops. Ez azt jelenti, hogy ha az entitások alól elpusztítunk valamit, akkor az kidobja-e... Ez egyszerűbb, hogyha szemléltetem. Tehát, hogyha lerakok ide egy festményt, ez egy entitás, és ott van a blokkon. Ha kiütöm alól a blokkot, akkor ugye visszakapom a festmény. Na most, ha kikapcsolom ezt, do entity drops false. Akkor nem kapom vissza. Do fire tick. Ez azt jelenti, hogy a tűz terjedjen el. Ezt is érdemes kikapcsolni. Ugye ne égjen már le a pálya. Mint ahogy az régen volt. Oké, do mob loot. Ez azt jelenti, hogy a mobok azokba kiessen a cucc. Hát ez lehet, ez pályától függ, lehet, hogy hasznos, lehet, hogy nem kell. Ha megötök egy szörnyet, például XP esik ki belőle, de hogyha ezt kikapcsoljátok, akkor nem fog XP-se kiesni, meg semmi. Do mob spawning. Ez azt jelenti, hogy a mobok azok spawnolhatnak-e. Itt most vas van, még egy hasznos dolog, hogy miért érdemes vasat használni, ezen nem spawnolnak állatok. De ha mondjuk füves lenne, és nem szeretném, hogy a pálya telerakja mobokkal, akkor... ezt kikapcsolom, vagy ha a sötétbe szörnyeket. Egyébként is javaslom ezt kikapcsolni, tehát akkor legyenek entitások, amikor én akarom, ne generáljon nekem a játék. Do tile drops. Ez hasonló, mint a entity drops, csak blokkal. Hogyha van valamin, például egy gomb van egy blokkon, és ha kiütöm alóla, akkor ugye visszakapom a gombot. Na most, ha ezt a dolgot kikapcsolom, do tile drops, ezt kikapcsolom, akkor nem esik ki a gomb. Ez szintén olyan dolog, ami lehet hasznos, lehet nem, pályától függ. Keep inventory, ez ugye, ez biztosan ismeritek, ha meghaltok, megmaradjon-e az inventory. Általában hasznos funkció. Sőt, vannak olyan játékosok, akik úgy kezdik a pályát, hogy ezt beírják, tehát gyakorlatilag nincs is más választásotok. Mob griefing, ez azt jelenti, hogy rombolhatnak-e a mobok. Ha kikapcsoljuk, akkor ugye nem. Ide tartozik, hogyha a creeper felrobban, akkor ugye eltűnnek körülötte a blokkok, vagy hogyha az enderman ugye föl tud venni blokkokat, de ha ezt kikapcsoljuk, akkor nem tud. Natural regeneration, hú, de szépen mondtam. Ez azt jelenti, hogy a játékos tud-e magától regenerálódni. Ugye, hogyha maximum van a kajacsík, akkor a játékos gyógyul, de ha ezt kikapcsoljuk, akkor nem fog. Én ezt nem szoktam kikapcsolni. Send command feedback. Ez azt jelenti, hogy ha játékos futtat egy parancsot, akkor kapjon-e visszajelzést. Most alapértelmezetten ez be van kapcsolva. És most... igen. És ha most beírok egy parancsot, hogy per set block ide, ahol állok, követ. Úgy. Ugye ott írja, hogy block placed. Na most, ha kikapcsolom ezt a dolgot, és most rakok le követ, nem kapok semmit a cseten. Az még az előző. Lehet olyan, amikor ez hasznos, ha nem akarjátok, például amikor lefuttatok a játékossal valami parancsot, például hogyha valami szövegre kell kattintani a cseten, akkor is írja, hogyha valami sikerül lefuttatni. Most ezzel ezt ki lehet kapcsolni.
Jó, ha beállítottuk a game rule-okat, akkor érdemes egy másolatot készíteni a pályáról, ugyanis valószínűleg a következő kalandpályát is hasonló beállításokkal fogjátok kezdeni, akkor minek újra legenerálni, újra begépelni ezeket. Ott van egy másolat, erről készítetek egy másolatot, és akkor azon lehet dolgozni. Én is így szoktam csinálni egyébként. Ha másolni kell, vagy sok blokkot kell egyszerre lerakni, érdemes MC-editet használni. Persze megvan az eszköz erre a játékban is, de ezerszer kényelmesebb ezzel a programmal. Plusz vannak benne olyan funkciók, amiket nem tud a játék, például átmásolni valamit egyik pályáról a másikra. A neten találtok sok tutoriált róla, sőt, én is csináltam már. Ne felejtsetek el kezdőhelyet építeni, nem azt mondom, hogy ezzel kell kezdeni, sőt, szerintem érdemes utoljára hagyni, de mindenképpen csináljatok, és a végét is jelezzétek. Egyrészt számítanak rá a játékosok, másrészt úgy kerek a dolog, hogyha jelzitek, hogy hol kezdődik és hol van vége a pályának. A spawn pointot se felejtsétek el, nagyon nem szép, amikor meghal a játékos, és valahol a restore rendszer közepén, valahol a pályán kívül élet föl. Tehát, hogyha megvan a kezdőhely, akkor ott futtassátok le ezt a parancsot, ahol épp vagytok, oda fogja rakni. A másik ilyen fontos a set world spawn. Hogyha valaki a pályán kezd, akkor ezen a ponton élet föl. Na most ennek a multi miatt van jelentősége. Illetve, hogyha rossz helyre rakjátok a spawn pointot, akkor a játékost erre a pontra rakja. Tehát multiban e körül a pont körül, a world spawn körüli 20 pár, már nem emlékszem pontosan, területen élet föl, tehát most ide lerakom erre a pontra, akkor így ezen a körbön belül valahol véletlenszerűen fog kezdeni a játékos. Ezért szoktam ilyen játékos gyűjtőket csinálni. Ez egy nagy lapos kőből épült valami, megnyitjátok bármelyik pályát, ott lesz. Ilyen botlódrótos csapdák vannak rajta, hogyha multiban indítják el a pályát, akkor ezt aktiválják, és ez őket a kezdőhelyre teleportálja. Szinte elengedhetetlen ma már kalandpályához a command block, de én azt mondom, hogy nélkül is lehet csinálni. Na most 1.8-ban még mindig nincs benne a kreatív inventory-ba, úgyhogy csak parancsból lehet magunknak adni. Give név, és akkor command block. Tabbal ugye nagyon gyorsan be lehet gépelni, és akkor van command blockunk. Aztán önvel nagyon jól lehet díszíteni. Az a játékos koponya. Ugye ezek a blokkok itt, ezek a skullok. Nem is azt mondom, hogy koponya, inkább fej, csak hát ugye a neve az, hogy skull. Ugyanis bármilyen textúrát lehet neki adni. Most így parancsból nem, csak azt mutatom meg, hogy hogyan lehet adni, mert ezt gyakran kérdezik. Skull egy darabot a hármasból, ez a két szám, csak a hármassal működik. Majd megmutatom, hogy a többivel nem működik. Aztán kapcsol zárójelbe school owner 2. Érdemes idézőjelet rakni, hogyha esetleg van név a tab... van tab a névben, illetve van szó köz a névben. Például én most a saját fejemet fogom lekérni. Csabusa, és ott egy csabusa fej. Na most, ha nem 3-as van ott, hanem 1-es, akkor ez a fekete koponya jön. Tényleg ő az 1-es. Tehát ebben nem tévedett a játék, csak hát ez a school owner csak a 3-assal, a Steve fejjel működik. Fejekkel kapcsolatban egy nagyon hasznos oldalt mutatnék nektek, heads.freshcall.com. Itt a saját skineteket adhatjátok hozzá az adatbázisukhoz, illetve a meglévőkből válogathattok. A User Collection-ben láthatjátok a legutóbb hozzáadott fejeket, és itt van egy kereső. Ha szeretnétek egy fejnek a kódját, kattintsatok rá, ilyenkor automatikusan a vágólapra másolja. Nekem ez a funkció nem mindig működik elsőre, úgyhogy jobban szeretem a Light User Collection-t. Ennek a linkje az oldal tetején, a szöveg végén ott van. Ilyenkor a kép mellé megkapjuk a kódot, és lehet kézileg másolni. A Main Collection-ben láthatjátok a Freshcall csapat által hozzáadott fejeket kategóriákba sorolva. Ennek is ugyanúgy van light változata, mondjuk kimásolom azt a Nutellát. Ezeknek a fejeknek a kódja elég hosszú, nem tudjátok a cseten lefuttatni, mindenképpen command blockban kell. Bemásolom, itt most látszik, hogy mennyire hosszú. Lefuttatom, és itt is van a Nutella. Nem csak fejeknek, bannereknek is lehet látványos textúrát csinálni, szerencsére ehhez is van már generátor. Nitkushus.com-on találtok egy nagyon jót, ennek a működésében most nem megyek bele, szerintem hamar meg lehet tanulni.
Planet Minecrafton is van generátor, ezt nem nagyon használtam, belenéztem és úgy láttam, hogy az előző oldalon több funkció van, viszont ami hatalmas előnye, hogy a bannereket közös adatbázisba menti, és lehet válogatni egymás alkotásai közt. Ami azért nagyon kényelmes, hiszen nem kell újra föltalálnunk azt, amit már valaki egyszer megcsinált. Ha találtok egy jó bannert, de nem pontosan olyan, amit szeretnétek és módosítanátok rajta, erre is van lehetőség, de ebbe most nem megyek bele, szerintem mindenki hamar meg fogja találni. Végül két nagyon fontos dologra hívnám fel a figyelmet, az egyik a kezdőhely, ahol kiléptek, ott fog indulni a játékos, tehát nyilván menjetek a kezdőhelyre. Persze multiban a Worldspawn környékén fognak megszületni, de ha nem tudtok játékos gyűjtőt csinálni, akkor hívjátok fel a figyelmet, hogy ez kifejezetten egy játékosra készült. A játékmódot se felejtsétek el, per, game mód, és akkor vagy kaland, adventure, vagy kettes, lehetőleg, ilyenkor ugye nem lehet se rombolni, se építeni, persze aki még nem tapasztalt az ilyesmivel, nem tudja, hogy kell olyan eszközt csinálni, amivel mégiscsak lehet rombolni, az valószínűleg túlélőbe fogja a nulla, vagy survival, hívjátok rá fel a figyelmet a pálya elején, hogy ez erre a játékmódra készült, hogyha a játékos kénytelen átváltani, kreatívban, akkor tudja, hogy mibe kell visszaváltania. A másik dolog a tesztelés, mindenképpen küldjétek el egy kívülálló embernek, aki nem vett részt a tervezésben vagy az építésben, tehát aki nem tud semmit a pályáról, rajta lehet letesztelni, hogy tényleg minden érthető-e, minden úgy van megépítve és megfogalmazva, hogy megértse, hogy hová kell mennie, mit kell csinálnia, hogy a rejtvények nem lettek-e túl nehezek, és ne legyetek lusták javítani, ha mégis túl nehéz lett a rejtvény, vagy helyes írási hiba van, ne legyetek lusták kijavítani, legyen igényes, szép, gondozott, javított a pálya. Ha valakit kicsit mélyebben érdekel a kalandpálya készítés, készülőben van egy sorozat, illetve mire látod ezt a videót, lehet, hogy már fönt is lesz belőle pár rész. Tehát egy kalandpálya építő sorozat, amiben élőben építek egy kalandpályát, magyarázattal, javaslatokkal és ajánlásokkal. Illetve ha szeretnél látni még több hasznos szerkezetet és eszközt, nézz körül a csatornámon. Remélem hasznosnak találtátok a videót, a leírásban van még egy halom link, amiket bemutattam a videóba, illetve a hozzájuk kapcsolódó tutoriáljaim. A kézikönyv óvjon!